Folytatódott a Vox Mirabilis kamarakórus hangversenybérlet sorozata. A kórus muzsika barátai a Jézus szíve templomban a Megfeszítették című hangversenyen mélyülhettek el, a zenés áhítat nyújtott a csodában a keresztutat megidéző gondolatokkal. Nagybőti zenés áhítatot tartunk, ahol nagybőti szövegeket olvasunk fel, és ehhez illeszkedő kórusműveket énekelünk. A Kapucsini kórus a vendégünk, valamint Bogáti Gábor trombitaművész és Szili Zoltán orgonaművész Kaposvárról. Zemlényi Katica és Kvalitásos csapata ezúttal is gondoskodó tisztelettel állította össze a koncert repertoáriát. Az esten a kórus muzsika nagyszerű szerzőinek páratlan művei csendültek fel. A Vox Mirabilis Kamarakórus egy nagyon különleges programmal készül, hiszen két magyarországi ősbemutatót is tartunk. Az egyik Pablo Casasnak az Ovos Omnese. Pablo Casasról lehet tudni, hogy ő volt az a híres világhírű csellista és karmester, aki aztán kórus műveket is írt, és ez nagyon jóra sikerült. A másik pedig Álvareznek a Lacrimosa című műve, amely egy csontig hatoló fájdalmas kórusmű, egy sirató. A koncerten, amelyen nagybőti gondolatok is elhangoztak, a szép számú közönség ismét megtapasztalhatta a húsvéti készülődés jegyében azt a méltóságot, amelyet a kórus muzsika nyújthat hívőknek és nem hívőknek egyaránt.